Nemzetközi befektetésekkel foglalkozik külföldön. Volt már Magyarország miniszterelnöke, meg szeretett is volna még egyszer az lenni, de máshogy alakult. Bajnai Gordonnal beszélgetek. Jó napot, köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen, hogy eljött. 2010 óta ritkán szólalt meg. Én azon gondolkodtam, hogy vajon ennek mi az oka? Valahogy irtozik a politikától, vagy inkább félti az üzleti vállalkozását, hogy nehogy valami olyat mondjon, vagy olyanba ártsa bele magát, ami miatt a politika árthat önnek is. Szóval miért? Nem vagyok egy félős ember, azt hiszem ezt az akkoriban, 2009-10-ben, amiről mostanában ezt a könyvet is kiadtuk, ön is tapasztalhatta, hogy ha úgy látom, hogy van valaminek értelme, ha nekem ahhoz közöm van, ha dolgom van bele, akkor én azt bevállalom. Így vállaltam el annak idején a miniszterelnökséget, előtte az uniós pénzeknek a felügyeletét. 2012-ben meg így álltam bele egy egyébként végül nem sikeres NER váltó projektbe. De szóval nem a félelem semmiképpen. Inkább azt gondolom, hogy annak, hogy az ember beszél, annak mindig van valami funkciója, valami értelme. Csak úgy önmagában megmondó ember nem szeretnék lenni. Én olvastam persze a tavaly októberi HVG-ben a gazdasági elemzését is, úgyhogy beszéljünk a gazdaságról. Ugye nagyon összetett dolog az, hogy egy gazdaságnak a minőségét, mienségét mi alapján ítéljük meg, mi alapján mondjuk azt, hogy ez egy jó, egy egészséges szerkezetű gazdaság. A magyar gazdaság minek mondható ezen sok-sok paraméter alapján? A magyar gazdaság az Európa második legnyitottabb gazdasága. Magyarán szólva döntően abból élünk, abból megyünk előre, amit el tudunk adni külföldre, amit exportálunk, vagy amit lebonyolítunk más országokkal. Ráadásul ennek a nyitottságnak a döntő része az Európai Unió felé irányul, tehát a messze meghatározó 80% fölötti mértékben a mi exportunk az Európai Unióba megy. Ez régóta jellemző Magyarországra ez a nyitottság, és számunkra a növekedés abban van, mivel viszonylag kicsi a belső piacunk, ez a 10 milliós piac, hogyha ezen a világpiacon és azon belül Európán belül tudunk növekedni, ez egyik fontos adottság. A másik, hogy már a Kádár rendszer végén Magyarország a többi közép-európai országhoz képest jóval nagyobb adóssággal jött ki abból a kommunista korszakból. Ezt egy ideig lefaragta, aztán hozzátett. A válságban ez, mivel visszaesett a gazdaságunk, még megnőtt, 2010-re megállítottuk ezt a növekedési folyamatot, és aztán azóta lassan csordogál lefelé, de még mindig az egyik legeladósodottabb ország vagyunk a régióban. Az előbb említett 2018 őszén írt gazdasági elemzés, ami a HVG-ben jelent meg, én abban olvastam, hogy az nagyon megragadt bennem, hogy azt írta, hogy 2008-hoz képest most nem a hirtelen szívhalál fenyegeti a magyar gazdaságot, hanem a lassan ölő daganatos betegség. De hol van a góc? Tehát mi az ez az eladósodottság? Erre értette akkor is, és most is, hogy ez a legnagyobb problémája a magyar gazdaságnak? Nem. Gyorsan megyünk, mert a német gazdaság nagyon gyorsan nő, márpedig a mi iparunk döntően ma már a német autóipar beszállítójaként működik. Ezért amíg az európai talpraállás tart, amíg Németország növekszik és exportál, addig Magyarország is jól fog menni. És amíg jönnek be az Európai Uniós pénzek, a sokszor elátkozott Európai Uniós pénzek, azok fűtik a gazdaságot. Még akkor is, ha ennek a pénznek egy része eltűnik, jelentős része eltűnik valahol a miniszterelnök környezetében, baráti körében. De ennek ellenére, ami bekerül a gazdaságba, az élénkíti a gazdaságot. Ezért tehát jól megyünk. Van még egy dolog, ami ez már átvezet a problémás részhez. Ebből az országból elment 600 ezer ember külföldre dolgozni. Ez példátlanul sok, Magyarország 6%-a, de ha azt nézi meg, hogy ez ráadásul ez a 600 ezer ember, ez koncentrálódik a 18 és mondjuk 40 közötti korosztályra, akkor ez arányosan azokban a korosztályokban sokkal nagyobb. Ráadásul ez az a korosztály, akik aktívak, akik gyereket vállalnának, akik vállalkozást alapítanának, akik leginkább képzettek, sokan a tanulás, az oktatás miatt mennek el. Ők rettenetesen hiányoznak ebből az országból. Ennek rövid távon van egy pozitív mellékhatása, hiszen mivel ilyen nagy a munkaerő hiány, nagyon gyorsan emelkednek a bérek, hiszen meg kell fizetni azt, aki még itthon van és munkát vállal. De ezt mindenki tapasztalja, hogy alig találni szakembert vendéglátóiparban, építőiparban, máshol a gyárak is panaszkodnak. A legnagyobb problémája az összes magyar cégvezetőnek ma a munkaerőhiány.
Ez rövid távon a bérekre jó hatással van, 10% fölötti bérnövekedés van. Ez egyben erősíti is egyébként a politikai rendszer stabilitását, hiszen egy átlagpolgár azt látja, az én bérem megy föl, nekem jó. Most jót tesz velem a kormány. A probléma az, hogy ha ez a 600 ezer ember tartósan külföldön marad, ha nem jönnek vissza, ha gyerekeik kint születnek, mint ahogy ma már minden hatodik magyar gyerek külföldön születik. Egy évben Németországban ma több magyar gyerek születik, mint egy magyar megyében. Ebből az következik, hogy ez egy demográfiai összeomlással fenyegeti Magyarországot, ha nem jönnek vissza, vagy a nagy része nem jön vissza ezeknek a magyar polgároknak. Hiszen ki fog itt nyugdíjat fizetni? Hát meg a jelen helyzetben mondjuk kitartja el a passzívakat, tehát hogyha az aktívak nincsenek itthon, akkor nem fogják a passzív korosztályt sem tartani. Erre gondolok, hiszen azzal, hogy miután a magánnyugdíjpénztárak szinte teljes egészében felszámolásra kerültek, így gyakorlatilag ma a magyar nyugdíjrendszer azon alapul, hogy a mindenkori aktívak dolgozók befizetnek, és abból fizetik ki a nyugdíjat azoknak, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt. Ez korábban nem ment. Nem volt elég kiegyensúlyozott rendszer. 2009-10-ben a válság idején egy nagyon hosszú távú nyugdíjreformot csináltunk meg, amikor fölemeltük a nyugdíjkorhatárt. A bajnai kormány leggyűlöltebb intézkedése volt, ugye mérték a kollégák, hogy a sok fájdalmas intézkedés közül mit utálnak legjobban. Rosszabb volt, mint a 13. havi nyugdíj elvétele? Rosszabb, népszerűtlenek. Már csak azért is, mert ez nem csak az aktív, csak az akkori nyugdíjasokat érintette, hanem azokat, akik készülnek nyugdíjba. Nagyon nem szerették. De ezzel a lépéssel, meg néhány más nyugdíjlépéssel a nyugdíjrendszer 30-40 évre egyensúlyba került. Viszont az, hogy utána a magánnyugdíjakat a kormány enystandolta, majd utána ez a 600 ezer ember kiment az országból, ma semmi nem garantálja, hogy 20 év múlva, 15 év múlva az akkor nyugdíjba menőknek még a most élni nyugdíjvárományt ki tudja fizetni az ország. De ez csak az egyik probléma, a sokkal nagyobb kérdés, hogy képes-e Magyarország tartósan 5-10-15 éves távon gyors ütemben növekedni és felzárkózni, ha nincs munkaerő, aki elvégezze a munkát. És akkor ennek van néhány nagyon súlyos mellékhatása. Az egyik, hogy akkor le fog állni ide előbb-utóbb az idejövő tőkebeáramlás is, ha nem találnak munkát, vagy akkor megint fölmerül, hogy honnan hozunk munkáskezet, hozzunk a szomszédországokból, vagy messzebből, akkor a bevándorlás kérdésével mégiscsak szembesül Magyarország. Hát már most is nagyon sok vendégmunkás van Magyarországon, tehát nem a menekültek köréből kerülnek ki ők, hanem és még csak nem is a környező országokból. De hallom vállalkozóktól, hogy van, aki távol-keletről hozza. Abszolút. Már pont egy vállalkozó mesélt, hogy mexikói vendégmunkástól elkezdve a vietnámig, tehát mindenki ott keres munkást, ahol csak talál, de nem Magyarországon. A bevándorlás problémáját újra előállítja ez a rendszer, ha nem képes a magyar fiatalokat itthon tartani, vagy visszahozni. És ebből következik a második legnagyobb probléma, ami miatt Magyarország ott nagyon tartós leszakadás fenyegeti, ez pedig az oktatásnak a tönkretétele. Hiszen nagyon sokan azért mennek el 18 évesen, mert nem látják esélyét, hogy egy használható, boldoguláshoz segítő diplomát kapjanak itthon. A szakképzés szétverése szintén ebbe az irányba tolja Magyarországot. Egy ipari forradalom zajlik a világban, a negyedik ipari forradalom. A mesterséges intelligenciával, a biotechnológiával, a digitalizációval. Aki nem képes ebben különböző szintű munkákat ellátni, mert nem olyan tudást szerez, aki nem tud ehhez alkalmazkodni, annak a tudása el fog értéktelenedni. A magyar oktatást ezért nem a múltba, hanem a jövőbe kellene vinni. Ez az egyik legnagyobb stratégiai, nemzetstratégiai bűn, amit most az elmúlt időszakban a mostani kormány elkövetett. Hát Magyarország felzárkózását azt egyrészt volt időszak, amikor úgy gondoltuk, hogy majd az Unió fogja jelenteni, aztán ez bekövetkezett, csatlakoztunk, napi szinten érezhetjük azt, hogy a felzárkózáshoz nekünk az uniós forrásokra óriási szükségünk van. Az uniós források felhasználásával kapcsolatban viszont az előbb önnek is volt egy fél mondata, hát ez már nem csak egy vélekedés, ez konkrét tanulmányok készültek arról, hogy egyrészt nagyon élen járunk a felhasználható pénzeket elnyerők körében, viszont abszolút élen járunk azoknak a körében is, ahol a lehető legértelmetlenebb dolgokra használják fel az uniós forrásokat. Ezen egész egyszerűen mindenki azt csinál, amit akar, tehát, hogy ennek nincs ellenőrzése, ebben nincs beleszólása az uniónak, hogy gyerekek, nem kell a 225. szökőkutat megépíteni, oktatás, technológiai fejlesztés, vagy bármi másba lehet, ami a jelen és a jövőről szólna.
Van, hiszen egy 7 éves tervet mindig jóvá kell hagyatni az Unióval, annak idején magam is tárgyaltam ilyen ügyekben még 2006-ban az Unióval. 7 évre el kell fogadtatni egy programot, ahol kijelölik a fő irányokat, a pénzeket nagyjából keretekbe elosztják a különböző témák között. Ezt végig kell vinni. De hát minden a Unió, alapvetően az Unió egy jó indulatú projekt. Abból indul ki, hogy minden kormány alapvetően észszerűen gondolkodik, és a nemzet üdvét szolgálja. Ebben a rendszerben nem nagyon van bekalkulálva az, hogy a pénzeknek kézen közön ellopják a 20-30%-át. Mert az a legkevésbé hatékony beruházás, ha ellopják. Hát igen. Bár az egyén életében az egy elég hatékony kérdés lehet. Igen, csak ezt nem arra adják, hogy néhány család gazdagodjon. Néhány család gazdagodjon, és másoktól ellopjon. Mert ezt az Európai Uniós adófizetők befizetik a saját kormányuk büdzséjébe, a saját munkájuk verejtékéből. Az európai országok ezt összeadják egy közös európai büdzsébe, és így lényegében, ha belegondol, akkor mi az osztrák, a dán, a francia adófizetőknek a pénzét kapjuk meg azért, hogy Magyarország felzárkózzon és közeledjen az Unióhoz. Tulajdonképpen ez egy átfogó, nagy modernizációs és felzárkóztató projekt része. Én azért vállaltam el ezt a feladatot 2006-ban, mert azt gondoltam, hogy ezzel részese lehetek annak, hogy Magyarországot felzárkóztassuk. És akkor hol siklik el? Tehát ha van egy 7 éves tervezési szakasz, be kell nyújtani, és akkor onnantól kezdve akkor mégiscsak kicsúszik az ellenőrzés olyan szempontból az Unió irányító testületeinek a kezéből, hogy megvalósulhat egy tagországban, nevezetesen Magyarországon, vagy mondjuk egy alföldi településen 11 darab kilátót építenek. Megvalósulhat, bár az Európai Unió, hogyha nem, ha valaki nem igazolja a projekt fenntarthatóságát magyarul, hogy az valamilyen módon közvetve vagy közvetlenül megtérül, akkor egyébként visszakérheti a pénzt 5 évvel a beruházás befejezése utánig. Hát ez a ritkább. Hát azért Magyarországtól nagyon sok pénzt kértek vissza, és nem is annyira csak az értelmetlenség, hanem sokszor a közbeszerzések átláthatatlansága, magyarul fogalmazva a lopás gyanú miatt, rengeteg pénzt kértek már vissza eddig is, rengeteget buktunk projekteken. Emlékezzen arra, olyan hírek voltak a sajtóban, hogy például a közvilágítási projektek, ahol a miniszterelnök családja is közvetve érintve volt, ott is az Európai Unió pénzvisszafizetést kezdeményezett. Hát ez még be is következhet. A beszélgetésünk elején azt mondta, hogy nem úgy vonult háttérbe, hogy irtózik a politikától, vagy félne, mint hogy én azt kérdeztem öntől, hanem akkor szólal meg, amikor ennek szükségét érzi. A Frontsebészet című könyvvel kapcsolatban miért érezte szükségét, hogy a bajnai kormány 10. évfordulóján meg kell szólalni a bajnai kormányról? Én már olvastam olyan kritikát is, ami arról szólt, hogy ez egy önigazolás, hogy hát bizony-bizony mi egy jó válságkezelő kormány voltunk egy nagyon vérzivataros időben, vagy nagyon harcos időben. Hát én kétségkívül azt gondolom, hogy bizony-bizony mi egy alapvetően eredményes munkát végeztünk egy rendkívül nehéz vérzivataros időben az elmúlt 70-80-90 év legnagyobb gazdasági válsága zajlott egész Európában, sőt az egész fejlett világban, és Magyarországot ez különösen súlyosan érintette. Ebben azt gondolom, hogy mi helytálltunk, nem csak mi, mint kormány, Magyarország helytállt, azok a polgárok, akik vállaltak egy csomó áldozatot, fegyelmezetten, türelemmel, és az ország nagyon gyorsan jött ki a válságból, ha belegondol, ha visszaemlékszik, akkor átvettük a kormányzást, akkor mély zuhanásban volt a gazdaság, -6,5%-ot esett. Egy évvel később, amikor átadtuk Orbán Viktornak a kormány és a kassza kulcsokat, akkor plusz 1% fölötti növekedés volt már az utolsó negyed évben, tehát egy pillanat alatt visszafordult a gazdaság, visszatért a bizalom. Ha emlékszik, minden harmadik magyar családnak devizahitele volt. Egy részüknek a lakása. Hát ez maradt, és utána is. Jó ideig maradt, és nagyon sok szenvedés árán rendeződött, de amikor mi kormányoztunk, akkor 317 forint volt az árfolyam, az euró árfolyam, amikor átvettem a kormányrudat, és egy évvel később 264 forinttal adtam át. Az önmagában nagyon sok ember számára kezelte volna a válságot. Más kérdés, hogy utána két héttel Kósa Lajos emlékezetes nyilatkozata után visszarontották a forintot, nem tudom, ki keresett ezen akkor, meg utána. Akkor ez mégiscsak valamiféle önigazolás, nem? Úgyhogy igen, ha kérdésére válaszolva, önigazolásnak nem hiszem, hogy önigazolásra szükségünk van. Amire szükségünk van, az lepucolni azt a sok guánót, amit a Fidesz kormány ráhordott, őnekik volt szükségük önigazolásra. 2010-ben azt akarták mondani, mint minden új seprő, azt akarta mutatni, hogy ő egy rettenetes válságot vett át. De ezzel várt 10 évet? Hát ezzel miért várt 10 évet?
Most van az évforduló. Április 14-én volt az évfordulója annak, és egyébként jót tesz a történelmi távolság annak, hogy az ember tisztában lásson. A könyvet nem én írtam persze, hanem színvonalas újságírók, de ez egy elemző riportkönyv, nem én írtam, nem csak rólam szól, egy kormányzóról, egy időszakról szól. És ez a másik ambíció, ami miatt én támogattam és nyilatkoztam ennek az újságírói csapatnak a könyv kapcsán, hogy azt gondolom, hogy esetleg lehet ebből tanulni is. Mi megpróbáltunk máshogy kormányozni abban az időszakban, máshogy, mint ahogy előttünk volt, és mindenképpen radikálisan máshogy, mint ahogy utánunk következett. Megpróbáltunk szakszerűen, és a pártpolitikát minimumra szorítva, az ország egy válság közepén, az ország stratégiai érdekeit minden más elé helyezve kormányozni, és ez, azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy más modell, érdemes talán rá emlékezni, mert lehet, eljöhet még az idő, hogy lesz majd valaki, aki ebből a könyvből tanulva ennek hasznát veheti. Pont ez az időszak az, amikor a számokat, a mutatókat felsorolta, ami miatt önt, hát hogy is mondjam, a Fidesz-szel való kollaborálás vágya, vagy annak szell... Újat mond, ezt meg sosem hallottam. Újat? Ne! De azok mindjárt mondom, hogy mire gondolok. Tehát az a típusú, hát hogy is mondjam, megágyazása a Fidesz hatalmának, hogy gyakorlatilag a piszkos munkát ön vitt el. És mire 2010-ben már azért nem volt egy nagyon nagy rizikófaktorú választás, hogy ki fogja megnyerni a választást. Szóval 2010-ben, amikor Fidesz színre léphetett, addigra a bajnai kormány már a nehéz munkát elvégezte, megágyazva az ő további működésüknek. Nézze, ha az kollaborálásnak hívja, hogy Magyarországon megmentettünk több mint 1,5 millió magyar családot attól, hogy összeomoljon, hogy elvigyék a házat a feje fölül, vagy a leasingelt autóját, akkor ezt vállalom, de ez nem a Fidesz-szel való kollaborálás volt, ez Magyarországgal való kollaborálás volt, vagy Magyarország érdekének a szolgálata. Nem azzal kellett foglalkozni, hogy utána mit csinál a Fidesz, az az ő dolgok és az ő felelősök, és majd egyszer nekik is el kell számolni velük ezzel. Amit mi csináltunk, én és a kollégáim, akik közül nagyon sokan úgy jöttek be, hogy semmilyen politikai érdekük nem volt. Ugyanúgy, mint én, nem voltak politikai párttagjai. Azt mondták, hogy vállalunk egy évet, és közülük sokan azóta is nem nagyon találnak munkát. Ezért a szerepvállalás miatt. Igen. Így van, volt miniszterek. Úgyhogy egy csomó ember vállalt áldozatot azért, hogy a hazáját szolgálja, úgyhogy aki ezt kollaborálásnak hívja, azt szívesen kihívom egy párbajra. Ó, igen, viszont akkor 10 év távlatából az ember lehet, hogy egy csomó mindent át tud már gondolni, és józanapul tud megítélni, hogyha ma kellene döntenie, ma is azt mondaná, hogy akkor legyen egy válságkezelő kormány egy éven keresztül, hozza rendbe az országot, és adja át nagy valószínűséggel a választások eredményét előre megjósolva másnak a hatalmat. Vagy most már inkább azt mondaná, hogy legyen egy előrehozott választás, mert akkor elképzelhető, hogy nem lesz kétharmados győzelme a Fidesznek, és elképzelhető, hogy nem fog porrá hullani az MSZP. Hát a számok nem öntámasztják alá. 2009-ben, amikor átvettem a kormányzást, akkor a Magyar Szocialista Pártot 17%-on mérték. Az SZDSZ meg lényegében megsemmisült a népszerűségi mutatók függvényében. Tehát ott azt gondolom, hogy ha az MSZP úgy dobja el akkor a hatalmat, hogy meg sem próbálja a válságot megállítani és megfordítani, akkor valószínűleg rájuk is a megsemmisülés várt. Éppen igen, ez is még, volt, még beszéltek is erről az elnökségi az ülésen, amikor engem fölkértek miniszterelnöknek, akkor arról beszéltek ott a teremben, hogy vizsgálták a lehetőséget. Volt, aki érvelt amellett, hogy előrehozott választás. Tehát legyen. Nem rontott annyit az MSZP megítélésén az az egy év válságkezelés, amikor nyugdíjkorhatár felemelése, tehát kellemetlen, kényelmetlen intézkedéseket kellett bevezetni, az nem tovább az MSZP megítélését és népszerűségét rontotta? Nem, Olga, nem. Az ellenkezője volt az igaz. Ez egy nagyon érdekes dolog. Kis Péter, Boldogult Kis Péter mondta, akkor nekem nagyon megjegyeztem, egyszer így ült valamikor olyan augusztus-szeptember környékén az irodámban beszélgettünk, és azt mondta, hogy érdekes, ez még nekem is újdonság, pedig már 20 éve vagyok a politikában, mondta, hogy az is hitelesít valakit, ha ugyan fájdalmas intézkedéseket ígér, de legalább megcsinálja, és annak van eredménye. Megcsináltuk, 8 hét alatt vittük végig azt a válságkezelő programot, amiben olyan pontokat fogadtattunk el, amit előtte 10 évig a magyar parlament, sem a Fidesz oldala, sem a másik oldal, az akkori bal és liberális oldal nem szavazott meg összességében. Ezeket az intézkedéseket, amiket aláírattam minden egyes engem támogató képviselővel egyenként, ezeket 8 hét alatt átvittük. Visszatért a bizalom az országba,
a forint elkezdett normalizálódni, a kamatok elkezdtek radikálisan csökkenni, amit ugye mindenki fizetett a kölcsönei után. Újra ki tudtunk bocsátani kötvényt a piacon, nem az IMF kölcsönéből kellett már élnünk 2,5-3 hónap után. Ekkor ültünk Kis Péterrel, és azt mondta, nézte a közvéleménykutatási mutatókat, hogy a 17%-ról elindult meredeken fölfelé a kormány és a kormány támogató párt népszerűsége. Persze egy nagyon alacsony bázisról, de olyan 25% környékén mérték már akkor a kormányzó pártokat, illetve a kormány népszerűségét. Mondhatnám viccesen, hogy én vagyok az egyetlen volt miniszterelnök, aki népszerűtlenebb volt, mikor elkezdte a munkát, mint amikor befejezte. Na, volt még egy érdekes időszak, a 2012-es visszatérése, és ezzel kapcsolatban most ugye a könyv megjelenése után elég sokszor idézték azt a mondatot, hogy ön akkor játékosnak jelentkezett, aztán játékszerré vált. Kinek, vagy kiknek a játékszerévé? Hát én azt tapasztaltam, visszatérve a politikába, hogy az én vállalkozásom sok mindenki mással együtt, akikkel társultam, az, hogy próbáljuk meg összefogni az ellenzéket, vonjuk le azt a tanulságot, ami a Orbán Viktor által bevezetett új választási rendszerből fakadt. Hiszen 2010-ben, 2011-ben bevezettek egy új választási rendszer. Lényegében az angol-amerikai szisztémához hasonlóan a korábbi rendszer teljesen átírva, egy olyan a győztes mi egyfordulóban mindent visz, és a helyi szavazatok döntenek el minden rendszert vezettek be, mint Angliában. A világon mindenhol a politikai pártrendszer az idomul a választási rendszerhez. Uh-huh. Úgy alakul, hogy abban az adott választási rendszerben legyen esélye valakinek győzni. Magyarországon egy kétpárti választási rendszert vezettek be, de csak egy párt volt benne. Az összes, és utána ez az egy párt, a Fidesz azon dolgozott, hogy megakadályozza, hogy létrejöhessen egy másik nagy érdemi választói párt, egy váltópárt. Na, és akkor hogy lett olyan játékszer? Ezt felismerve 2012-ben társaimmal arra vállalkoztunk, hogy megpróbáljuk azt a politikai tőkét, amit egyébként a válságkezelés kapcsán talán akkor felhalmoztunk, és sokak biztattak ebben, arra vállalkoztunk, hogy megpróbáljuk összefogni az ellenzéket. Aztán azt tapasztaltuk, hát ön is szemtanúja volt ennek, hiszen az ATV-ben rendszeresen beszéltünk erről, hogy hát több olyan szereplője volt akkor a politikának az ellenzéki oldalon is, ami egyébként egybeesett a Fidesz érdekével, akik azt gondolták, hogy most nem összefogni kell, nem az a legfontosabb, hogy a Fidesz rendszerét váltsuk le, hanem hogy az ő adott pártjuk, vagy a személyes pozíciójuk hogyan alakul. És akkor... amikor ezt felismertem, és azt láttam, hogy ez reménytelen, akkor döntöttem úgy, hogy én ezen nem tudok segíteni, ezt a tanulságot le kell vonni. Ha meg nem tudok hozzátenni valamihez, akkor jobb, ha nem ülök ott, akkor jobb, hogyha háttérbe lépek, és helyet adok másoknak. Akkor önt a sajátjai pucsolták meg? Hát, hogy kik voltak az én sajátjaim, azt arról egy hosszabb beszélgetést kellene folytatnunk majd egyszer máskor, amikor majd 80 évesen az emlékirataimat megírom. Akkor nem a Fidesz. Tehát, hogy nem a Fidesz. Én azt gondolom, hogy a Fidesz masszívan érdekelt, és részvetője volt az ellenzéki politizálásnak, mint hogy sokan mondják, azóta is ellenzéki szereplők, Botka Lászlótól olvastam például, hogy bizony a Fidesz masszívan ott van egyes ellenzéki pártokban, vagy egyes ellenzéki pártok egyes személyben. De ezt ön is tapasztalta? Volt ilyen élményem. Személyes élmény, tehát személyesen tudja, hogy ki az, akivel ez a tapasztalás létrejött, tehát akiről ön azt vélelmezi, hogy beépített ügynöke a Fidesznek? Hát volt ilyen több, mint érzésem, de azt gondolom, hogy mivel ha nem tudok valamit tényekkel, dokumentumokkal, felvételekkel igazolni, akkor én ilyen állításokat nem tehetek személyre szólva. Nem gondoltam, hogy neveket fog mondani, mert annyira már ismerem önt, hogy nem, tehát tudom, hogy nem fog bizonyítékot nélkül neveket mondani. Azt nem szeretném, hogyha ebből a YouTube beszélgetésből az jön neki, hogy akkor az ellenzék egészen úgy korruptolódhat. Nem, személyeket mondott. Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tisztességes, becsületes, fiatal, középkorú, idős ember küzdött azért, hogy ezt a Magyarországot zsákutcába vivő rendszert fölváltsa, és az ő munkájukat támogatni, segíteni kell, ezért kell elmenni például az európai parlamenti választáson, és olyanokat támogatni, akik hitelesen Európa párti NER ellenes politikát képviselnek Magyarországon. Na jó, de hát amikor azt mondta, hogy voltak olyan ellenzéki politikusok, akik inkább a összefogás helyett a saját pártjuk érdekét, az biztos a saját pártjuk érdeke volt, vagy pedig önös érdek volt? Hát én azt gondolom, hogy inkább önös érdek lehet, nincs józan. A pártok támogatói, az ellenzéki pártok, demokratikus ellenzéki pártok támogatóinak a zöme az kormányváltást akar. Legtöbbjüknek tulajdonképpen még az is mindegy lenne, hogy melyik párt vezetésével történik ez meg.
azt szeretnék, hogy Magyarországon egy más, egy európai, egy modern, egy demokratikus rendszer működjön. És ilyen szempontból a párt preferencia azt hiszem másodlagos. Ezek az emberek még most is ott vannak az ellenzéki pártokban. Van, aki igen, van, aki talán már nem. Akkor szólal meg, amikor szükségét érzi, akkor tért vissza, illetve akkor állt a válságkezelő kormány élére, amikor szükségét érezte, akkor tért vissza, amikor szükségét érezte. Lehet még ilyen szükségét érzem állapot, amikor azt mondja, hogy akkor most visszalépek a politikába? Hogy menjek vissza az első kérdésére. Én nem, soha nem gondoltam magamra, mint politikusra. Ugye nem voltam pártnak sem tagja, amikor miniszterelnök lettem, akkor sem voltam pártnak. Attól még valaki politikus lehet. És soha nem vágytam politikai karrierre, soha nem akartam abból élni, vagy annak élni, hogy politikát csináljak. 2006-ban úgy gondoltam, hogy annyit kaptam ettől az országtól, hogy dolgom van azzal, hogy segítsek. 2009-ben, amikor nagyon nagy volt a baj, akkor sokkal kockázatosabb helyzetben azt gondoltam, hogy dolgom van, és azt hiszem, tudom, hogy mit lehetne tenni, hogy ezt az országot megmentsük az összeomlástól, ezért csináltam. De nem volt ambícióm ezen túl. 2012-ben azért értem vissza, mert azt láttam, hogy rossz irányba megyünk, és nagyon sokan azt sugalták tömegesen, hogy nekem van legnagyobb esélyem egy adott politikai helyzetben. Most nem érzem, hogy nekem ilyen nagy politikai esélyem vagy lehetőségem lenne. Tehát ha azt kérdezi tőlem, hogy én vágyom-e vissza a politikába, hogy akarok-e pártot alakítani, hogy készülök-e valamilyen párt színeiben elindulni, akkor az a válaszom, hogy nem. Van egy nagyon fontos feladatom, egy nemzetközi világ színvonalú állásom, ahol, amit Londonban tudok működni, mert Magyarországon a NER-ben nekem nyilván nincsen olyan felület, ahol én értelmes dolgot tudnék csinálni, és nem is akarok semmilyen módon kiegyezni ezzel a rendszerrel. Londonban van egy nagy feladatom, van egy másik feladatom Luxemburgban, ami az Európai Uniónak a gazdasági élénkítési programjában veszek részt, mint az egyik döntéshozó arról, hogy milyen projekteket támogassunk. Jó néhány magyar projektet is támogattunk már. Ez a két feladat szakmailag teljesen boldoggá tesz. A családommal sokkal nyugodtabb, még ha sokat is vagyok külföldön, sokkal nyugodtabb a helyzet. És szakmailag a személyes életem rendben van, nekem nincs okom panaszra. Politikai ambícióm nincs. Ha hazának bármilyen pici módon tudok segíteni azzal, hogy egy alapítványt támogatok, vagy tanácsot adok valakinek, aki megkérdez, akkor azt azóta is mindig megteszem, tipikusan a háttérben. De hogyha egy olyan helyzet lenne, hogy azt mondanák, na akkor most megint egy válságot kell kezelni miniszterelnökként, elgondolkodna? Olga, Magyarországnak a soron következő válsága elsősorban és döntően nem gazdasági válság lesz. Az egy politikai válság lesz. Egy rendszerváltás típusú probléma lesz Magyarországon. Azt gondolom, hogy arra valószínűleg majd olyan embert kell találni, aki ahhoz ért. Köszönöm szépen. Köszönöm.